kapitánytól is. Most azonban sok szeretettel köszöntöm azt a híres játékvezetőt, akit 4 alkalommal is a világ legjobbjának választottak, sőt még világbajnoki döntőt is vezetett, Pul Sándor. Ön mit vár az EB-től? Kérem, nagyon bizakodó vagyok. Vannak itt ezt, azt, mindent, ez a labda kerek. Higgyék el, most, amit elfelünkön foghattunk, de most az a lényeg, hogy a mérkőzés a pályán dől le, mindkét csapatban 11-en játszunk. Azért fontos elmondani. Neki kell venni, be kell rúgni a gólt, az ennyi az egész. Egy tolmács azért jól jönne. Reméljük, hogy a nézőink azért képben vannak. Pul úr, játékvezetői szempontból mennyire lesznek nehezek ezek a mérkőzések? Nézd, azt tudom mondani, hogy a labda kerekért minden pályán dől le, kivéve talán engem, mert itt mindjárt. De nem lehet előre találgatni, kérem, nézd, mindkét csapatban 11-en játszunk, reméljük, nem lesz bírói hiba, ha lesz, ha lesz, nem lesz, a lényeg az, hogy be kell rúgni. Bocsánat, nekem szóltam. Most még nem, de ha már itt van, művész úr, sok szeretettel köszöntöm. Örül, köztudott, hogy nagy futballrajongó. Ne haragudjon, hát én valóban nagy futballrajongó vagyok, tudod? Nagyon büszke vagyok rá, hogy Pul Sándor, aki régi jó barátom, és itt van, szevasz Sanyika. Jaj, Kóseri, szevasz Érzs Cimborá, mi van veled, jó vagy? Már én már eléggé. Azt hiszem, hogy most van az a pont, hogy tényleg szükségem lenne egy tolmácsra, akár jeltolmács is megteszi, mert az a helyzet, hogy sajnos egy büdös kukkot nem értek. Talán a legjobb lesz, ha kapcsoljuk.